Némi túlzással mátor a jövő év elejéig 10-12 napos hosszú hétvége lesz az országban. Ennek megfelelően változik a vonatok, buszok menetrendje. Érdemes elindulás előtt megnézni, hogy a menetrendek szerint hivatalosan mikor, milyen nap van. Összefoglaltuk a legfontosabb budapesti változásokat. December 23-án a pénteki, 24-én a szombati, 25-től 28-áig az ünnepnapi, 29-én pedig a vasárnapi közlekedési rend szerint közlekednek a vonatok. A jövő év elején is lesznek változások. Január 1-én az ünnepnapi menetrend érvényes, de 2-án csütörtökön már a munkanapokon megszokott időpontokban indulnak a járatok. A távolsági autóbusz járatok menetrendje az évvégi ünnepek és az iskolai szünet idején a megszokottól eltérő. Szenteste napján, karácsonykor, szilveszterkor és január 1-én több járat nem közlekedik. A volántársaságok azt kérik az utazóktól, hogy időben tájékozódjanak az ünnepi menetrendről, és utazásukat előre tervezzék meg. A Budapesti Közlekedési Központ az évvégi ünnepek idején több vonalon sűrűbb járatindítást ígér. Aranyvasárnap a megszokott hétvégi menetrend szerint indulnak a fővárosi közösségi közlekedési járatok, de a 2-es, a 4-es, a 6-os és a 17-es villamos, valamint a 80-as trolibusz a megszokottnál sűrűbben közlekedik. December 24-én, kedden az utolsó metrószerelvények 15 óra 30 perc körül indulnak a belvárosból, a felszíni járatok pedig 15 és 16 óra között indulnak utoljára. Ezután már csak az éjszakai járatok közlekednek. Idén az 5-ös, 6-os és a 8-as hív is közlekedik szenteste napján. Szilveszterkor a szokásosnál lényegesen gyakrabban közlekedő éjszakai járatok mellett egész éjjel lehet utazni a hévvonalakon, a 2-es, a 3-as és a 4-es metróval, az 5-ös, a 7-es, a 8-eljelű és a 9-es autóbusszal.